Amikor kutatjuk az igazságot, akkor egyáltalán nem elég az, hogy a felszínt megpróbáljuk megismerni, illetve azokat a dolgokat, amelyeket mindenki általánosan elfogad, ismételgetjük. Ha keskeny az út, és a kapu szűk, és kevesen találják meg, akkor azok a dolgok, amelyek általánosan elfogadottak, illetve a legtöbb ember által ismertek, azok nem helyesek, és nem lesznek elegendőek. Sokkal mélyebbre kell lásnunk ahhoz, hogy megtudjuk az igazságot, hiszen ez volt az oka annak, hogy az atya elrejtette azt. Azok, akik hajlandóak elmenni a végsőkig, energiát, időt nem spórolva ezen, azok fogják megtalálni. És ez a videó egy nagyszerű példa lesz erre. Filippi második fejezet szerintem sokaknak fejtörést okoz, akik hasonló állásponton vannak, mint ahogyan én is, hogy Jahusá Hamásiák, az atya szava, az egy teremtett lény, ahogyan azt az írás mondja egyébként. Ő az elsőszülött mindenek előtt, ő a fiú, és ő az, aki az atya üzenetét közvetíti a világ felé. A legtöbben erre azt válaszolják, hogy rendben, de akkor mi a helyzet azzal, amit Saul ír a Filippeiekhez a második fejezetben és az ötödik verstől, mely így szól. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt Jahusá Hamásiákban is, aki, mikor Elohimnek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Elohimmel egyenlő. Ugye mindenki joggal kérdezheti, hogy akkor tessék, ugye látjuk, hogy Jahusá Hamásiák az Elohim, maga, Isten, és vele egyenlő, ráadásul nem is tekinti ezt problémának. Folytassuk azért tovább, és nézzük meg, hogy mi mást tudunk meg Saultól. Az egyik, ami kiderül már ebből a néhány mondatból is, mielőtt tovább mennénk, az az, hogy valamilyen fajta indulat kell, hogy legyen bennünk, amikor az igazságot kutatjuk. Ugyanúgy, ahogyan Jahusá Hamásiákban volt. Akiben nincs meg ez az indulat, annak lehet, hogy érdemes megkeresni azt. Ő az, aki a farizeusokat, a szaduceusokat, az írástudókat, és általában az idézőjelbe tett zsidókat és a vezetőket minden sarkon bolondnak nevezte, és ostorral kihajtotta őket, felborongatta az asztalokat, úgyhogy az, aki azt mondja, hogy nekünk most már csak szeliden jönni, menni kell a világban, és mindenkit vállon veregetni, hogy majd eljutsz az igazsághoz, az nem érti, hogy hogyan működik ez az egész dolog. Mivel azonban nem ez a téma, ez csak egy mellékvágány volt, úgyhogy folytassuk és nézzük meg, hogy mi az, amit Saul ír. Szóval arról beszél, hogy mikor Elohim formájában volt, akkor nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Elohimmel egyenlő, hanem önmagát megüresíti, szolgai formát vevén fel, emberekhez hasonlóvá levén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint az ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a karónak vagy a keresztvának haláláig. Rendben, vizsgáljuk meg akkor, hogy miről is van szó itt. Ez a szó, Isten, ez nem más, mint Theos, ugye hol azt a szót használja, hogy Kurios, hol pedig azt a szót, hogy Theos, de általában ez a kettő, ugye ami magyarul Isten és Elohim az Ószövetségben vagy a Tanákban ez a szó Theos. Ha megnézzük a szótárban, akkor láthatjuk a görög héber szótárban, hogy ez Adonai, ami a héber szó Adonai, mindezeket jelenti egyébként a Theos kifejezés, Adonai, El Elohim, Eloah, Elil, Yahuwah. Valahogy ők úgy gondolták, hogy ez egy jó ötlet, hogyha ezt a néhány tucat szót egy szóval helyettesítik, ami Theos, magyarul pedig Isten. Ez természetesen hozzájárul az űrzavarhoz, ami a fejekben kialakult. Szóval Elohim formájában volt. Ez a forma,
Ez alak, forma, megjelenés vagy külső, morfé. Ez egy alapszó, szóval Elohim alakjában volt, abban a természetben volt, mint ami Elohim. Nem feltétlen azt akarja mondani, hogy ő volt Elohim. Azt mondja, hogy abban az alakban, formában olyan természetű volt, mint Elohim. Ekkor nem tekintette a zsákmánynak. Nézzük meg, hogy mi ez a zsákmány. Harpagmos. Lopás, rablás, zsákmány, vagy valami bitorolt jószág. Egyébként abból a szóból ered, hogy harpazzo, ami mellesleg ugye az elragadtatás kifejezés. Ez azt jelenti, hogy fölkapni, valamit megragadni, vagy valamint a hatalmába ejteni, elragadni, vagy elrabolni. Szóval nem gondolta azt, hogy ez rablás, ugye ha még tovább megyünk harpax, akkor ez szintén egy rokon jelentésű szó. Szóval nem gondolta azt, hogy ez rablás, vagy ez valamiféle hatalmának kiterjesztése, mikor ő a Elohimnek formájában volt, hogy Elohimmel egyenlő. Ez az a mondat szerintem, ami a legtöbb embernek problémát okoz. Nézzük meg, hogy mi az egyenlő. Iszosz. Egyenlő, ugyanakkora, ugyanannyi, vagy ugyanolyan. A kérdés felmerül, hogy ugye ez G2470. A magyar fordítása az egyenlő, ugyanakkora, ugyanolyan. Ha megnézzük ugyanezt a szót, G2470, a Strong's angol verzióban, akkor látjuk, hogy azt mondja, hogy hasonló. Mennyiségben vagy fajtában. Nem egyenlő, hanem hasonló. Iszosz, ugyanaz a szó, az angol Strong's konkordanciában annyit jelent, hogy hasonló. De ha megnézzük, hogy hogyan használja a King James verzió, akkor látjuk azt, hogy annyit tesz, hogy megegyezik valamivel, a véleménye egyezik valamivel, olyan, mint egyenlő, vagy pedig hasonló valamihez. Korán sem azt jelenti, hogy egyenlő vagy ugyanolyan. Azt jelenti, hogy hasonló olyan mértékű vagy olyan fajta egyezik vele, olyan, akkora, vagy pedig hasonlít hozzá. Ezek pedig már a Tanákban a megfelelői az iszosznak, hogyha visszamegyünk, ugye itt látjuk G2470, ha megnézzük a Tanákban, a görög-héber összehasonlításban, akkor az első helyen megtaláljuk azt a szót, hogy echad. Az echad pedig azt jelenti, hogy egy, úgy, mint egy darab, mint a számnév, vagy minden egyes, vagy egy bizonyos, vagy pedig párban az egyik, vagy a másik egyenként egymás után. Megnézzük a Gesenius lexikont, ugyanezeket fogja felhozni, egy azon ugyanaz, hogyha többes számban van, akkor viszont már egyek, vagy valamennyi. És hogyha megnézzük azt, hogy melyik szóból ered, ez egy számnév, amiből ered, H258, Echad, egyesül, azaz egységben van. Ez a szó Echad egyszer fordul elő mindössze a Tanákban, Ezékiel 21-21-nél, ami magyarul 21-16, úgyhogy nézzük meg. Szedd össze magadat, tarts jobbra, tarts előre, tarts balra, amerre éled irányozva van. Arra menj, amerre akarsz, de szedd össze magad, ez a szó szedd össze magad, Echad, egyesül, azaz mindent próbálj meg magadba foglalni, összefoglalni mindent, amit tudsz, egyesíts magadban. A Káldi úgy fogalmaz, hogy légy éles, míg a Szent Imre azt mondja, hogy hátra, jobbra, balra, előre nem is fordítja le ezt a szót, az arany pedig eredj el, tarts jobbra, vesd magadat balra, ahová tekinteted vagyon elrendelve. Szintén nem foglalja ide bele már, mint fordítás, de ha megnézzük a Septuagintát, ők azt írják, hogy haladj tovább, és élesíts magad jobbra és balra, bármerre is az arcod fordul.
Ezeket egybevetve próbáljuk meg akkor így értelmezni, hogy mit is mondhat Filippeiekhez második fejezet. Különösen a hatos vers mi is az, amiről szól. Jahusa Hamásiákról beszél, és azt mondja, hogy amikor Elohim természetében volt, mikor olyan alakzatban volt, abban a formában volt, akkor nem tekintette azt hatalom átvételnek vagy rablásnak, hogy hasonló, vagy hogy egy egységben van Elohimmel. Láthatjuk, hogy egyáltalán nem ugyanazt jelenti, hiszen Jahusa Hamásiák a szó, a Malak Jahua, vagy Jahua angyala, vagy az angyal Jahua, már akkor is Elohim, vagy Isten volt, amikor még nem emberi formában létezett. Akkor is, most is Elohim volt, de ez nem azt jelenti, hogy ő egyenlő, vagy egyenlő fontosságú, vagy hatalmú az atyával. Ez azt jelenti, hogy hasonló hozzá, és egy egységet alkot vele. Ez az, amiről beszél Saul. Ekkor önmagát megüresíti, hiszen tudjuk, hogy milyen formában létezett előtte, számtalan verset megnéztünk már erre. Ő, aki mindenek fölött volt, aki mindent teremtett, aki által mindent teremtett az atya, emberi formát öltött, hasonlóvá vált az emberekhez, és akkor, mikor olyan állapotban találtatott, mint az ember, akkor megalázta magát. A kifejezés pedig tapei no. Kisebbé tesz, csökkenti magát, lealacsonyítja magát, megalázza magát, megalázkodik, ez pedig a tapai nos, alacsony, jelentéktelen, gyenge, hitvány, szerény, alázatos, nyomorult, megalázott szóból ered. Azaz, mikor emberi formában volt, még akkor is hajlandó volt alázatosabb lenni, lejjebb alacsonyodni, jelentéktelenebbé válni, még hitványabbá, gyengébbé, szerényebbé válni, és úgy feltűnni a világ előtt, annak érdekében, hogy teljesítse az atya akaratát és az atya tervét. Engedelmes lévén. Hüpékosz. Engedelmes alávetett. Kinek volt ő engedelmes, hogyha ő volt maga az atya? Vagy egyenlő vele? A hüpakó szóból ered, ami annyit jelent, hogy meghallgat vagy figyel. Azaz hallja, hogy mi az, amit az atya, mi az atya akarata, figyel arra, és aztán válaszol arra. Beengedi azt magába, és engedelmeskedik neki. Hallgat valakire? Figyelmesen hallgat? Vagy engedelmeskedik? Ezt jelenti a szó, mikor azt mondja, hogy engedelmes lévén. Kinek volt engedelmes, ha egyszer ő volt maga Isten? Egyértelműen kiderül az írásokból, hogy két karakter létezik, a kettő egysége az, amit Elohimnek hívunk, és abból az egyik az, akiről most beszél. Ez egy teremtett lény, és alá van rendelve a másiknak, és engedelmes, és cselekszi annak az akaratát. 9-es versből ki is derül ez egyébként, annak okáért Elohim is felmagasztalá őt. Ki az, aki felmagasztalja őt, hogyha ő maga egyenrangú azzal? Minek kellene őt felmagasztalni? És miért kell ehhez Elohim, hogy felmagasztalja őt? A felmagasztalni egyébként hyperüp szó, és annyit tesz, hogy rendkívül mindenek fölé magasztal vagy felemel. Ezután pedig ő ajándékoz neki olyan nevet, ami mindenek fölött való név. Szóval felmagasztalja, és ez után ajándékozza meg egy olyan névvel, ami mindenek fölött való. Hogy a Jahusa nevére, Jahusa, annyit tesz, megnézzük, Jehoshua vagy Jahusa az eredeti, Jahua a szabadulás. A menekülés az üdvösség. Máté első fejezetből kiderül, hogy ő lesz az, aki megszabadítja népét a bűntől, nem a törvénytől, hanem a bűntől. Ezért a neve Jahusa vagy Jehoshua. Jahua a szabadulás. Ez jelenti a neve. A Jézus nem jelent semmit. Szóval Elohim felmagasztalja, megajándékozza a névvel, ami mindenek fölött való, azért, hogy erre minden térd meghajoljon, a mennyben, a földön és a föld alatt. Ezt mindet Elohim teszi vele. Mivel feljebb való, és ő az, aki ezzel megajándékozza azért, mert ez a szó, ami egy külön
lényként funkcionál, egységben az atyával, spirituálisan egyek, képes volt elhagyni mindazt, a kivételes képességeit, a kivételes hatalmát, erejét, ami azzal jár, hogy ő az első számú teremtmény, ő az, aki az atyával kormányoz, aki által az atya kormányoz. És megüresítette magát, szerény lett, hitvány lett, és alázatos lett, és megalázta magát annak érdekében, hogy kifejezze azt, hogy ő engedelmes. Nézzük meg a 11-es verset, mert ez is elárulja, hogy nem egyenrangú a kettő. És minden nyelv vallja majd, ez a nyelv, ez nem más, mint glossa, azaz bármi, ami a beszéddel kapcsolatos, vagy a szerv nyelv, hogy Jahusa Hamásiák Adonai, azaz a szó, aki teste töltött, az uralkodik a Földön. Nem az embert kellene nézni az embereknek, hanem az, hogy ez Jahusa Hamásiák, ki Jehoshua, Jahua szabadulás, ki Jahua az atya szabadulás, hogy úgy, hogy elküldte a fiát, megmutatta az utat, hogy az áldozatot vállaljon, így Jahua a szabadulás, ő a felkent, ugye a mesiás, vagy a másiák, és ő az Adonai, hiszen az ő szava, az atya szava, aki egy külön lényként funkcionál, az, aki úr a világon, miért? Az atya dicsőségére. Akkor hogy lehet a kettő egyenrangú, mikor ez, aki itt volt ekkor, az atya dicsőségét hivatott szolgálni? Nem Isten dicsőségét, az atya Isten dicsőségét, aki ennek az egységnek a fő, első számú és mindenek felett álló része. Ez az, amit Saul ki akar fejezni ebben a néhány versben, amikor a filippeieknek ír. Az atya, egyébként ez a szó, páter, apa vagy atya, G3962, ha megnézzük a szótárban, a héberben, ez nem más, mint ab, abba, azaz erős ház. És ez abba, Yahuwah. Így egyértelművé teszi a Saul, hogy mi a hierarchia, hogy az atya mindenek felett áll, és ő az, aki kormányozza a világot az ő szaván keresztül. Ő az, aki mindig kormányozta a világot, sőt, teremtette a világot az ő szaván keresztül, a szava által, a kezdetektől. A szó volt az, aki különböző formákban az emberiséggel fenntartotta a kapcsolatot. Mikor megnézzük azt, hogy Jahusa nevére minden térd meghajoljon, mennyei, földi és föld alatti, nézzük meg a név szót. Ez a név, ez onoma, név, elnevezés, hírnév, dicsőség. Ugyanaz a kifejezés lesz, ami a sem, ugye, így van, sem a Tanákban, sem jelenti a nevet, ezért hívják az idézőjebe a zsidók úgy, hogy ha sem, mint a név, hogy nem mondják ki azt a nevet, ugye, hogy Jahua, vagy Jávé, vagy Jehova, mármint az Izraelben élő ázsidó. Azért hívják Hashemnek. Ez ugyanaz a kifejezés, onoma, mint a név, az elnevezés, a hírnév, a dicsőség, vagy maga az a személy. Jahusa az a név, aminek minden engedelmeskedik. Miért? Azért, mert ő a szó, az atya szava, annak engedelmeskedik mindenki. Nem a személynek engedelmeskedik, annak, akire mindenki gondol. Nem erről a szánalmas karakterről van szó, akiből a keresztények készítettek egy bálványt, aki törvénytelenséget hirdet, aki Isten maga is eltörli mindenféle igazságot a földről. A tartalom a lényeg, ami a név mögött van. Egyrészt soha nem nézett ki így ez a karakter, másrészt pedig nem értik, hogy mi a lényeg, a név mögött mi van, mivel nem ismerik a nevet. Nem értik azt, hogy Jahua megmenti a népét, mit jelent, hogyan menti meg. A szó által, azáltal, hogy megmutatja, hogy mi az út, a keskeny út, ami a szűk kapuhoz vezet, amit kevesen találnak meg, az azért olyan, mert nem járják az emberek, mert nem értik a szót, és nem hajlandók magukat megalázni, ahogyan ő tette. Az igazi megváltó, mikor itt volt. Nem a bálvány, akit a keresztények imádnak. Másból se állnak ki, csak abból, hogy Jézus, Jézus, meg hogy kegyelem alatt vagyunk, meg ő eltörölt mindent, meg ő az Úr mindenhol. De fogalmuk sincs arról, hogy ez mit jelent igazából.
És azért nincs fogalmuk, mert egyszerűbb elhinni a hazugságot, mert egyszerűbb úgy élni, ahogy amúgy is élünk, közben mondogatjuk, hogy mi mennyire szeretjük az Urat, meg Jézust, meg Istent, meg az a mindenünk, meg a szav, az ő szava a mindenünk, közben fogalmunk sincs róla, mert így élhetjük tovább az életünket úgy, ahogyan eddig is. Ez az oka annak, hogy így néz ki a világ. Ez az oka annak, hogy ez történik azokkal, akik azt mondják, hogy ők hisznek. Hogy igazából semmi különbség nincs a világ, meg köztük azon kívül, hogy a világ legalább nem mondja, hogy ő jó. Meg hogy érti az igazságot, meg hogy foglalkozik vele, meg hogy olvassa az írást, és hogy kutatja azt. Tudom, hogy erről is volt már szó, de nézzük meg végezetül Kolosséiakhoz írt levelének első fejezetét, ahol is Saul így ír, a 15. versben, Jahusa Hamásiákról, aki képe a láthatatlan Elohimnek, minden teremtménynek előtte született. Hogy lehet akkor ő egyenlő az atyával, mikor ő született? Nem arról beszél, hogy ide leszületett a földre, arról beszél, mikor keletkezett, mikor létrehozta az atya. Képe, a kép nem más, mint ikon, erről számtalanszor volt szó, mint az ikon, kép, kép más, arckép, szobor. Valami van egy eredeti, és annak van egy képe, egy ikonja, egy tükörképe, egy ányképe, egy hasonlósága, ugyanúgy, ahogy mondta, hogy hasonlatos hozzá, nem azonos, hanem hogy hasonlatos hozzá. És ez pedig az ikó szóból származik, ami úgy néz ki, vagy úgy látszik, vagy hasonlít valamihez. Képe ennek az Elohimnek. Annak az egységnek természetesen ő itt a képe, egyébként a szó pedig az atya képe, a hatalmával, az erejével és a Ruach HaKodesszel felruházva. Mint hogyha ő lenne, de mégse az, csak olyan, mintha az lenne. Minden teremtmény előtt született. A teremtmény az nem más, mint ktisis, alkotás vagy teremtés. Teremtett világ, teremtmény, rend, intézmény. Ezek előtt született prototokosz, első szülött. A tiktó szóból ered, illetve a protóból, de a tiktó az egyik része a szónak, szül, világra hoz, terem, úgy, mint a gyümölcsfa terem, hogy a fa megtermi a gyümölcsét, vagy pedig a föld megtermi a hozamát, akkor, amikor művelve van, amikor a mag benne van, amikor az eső, amikor az időjárás, és minden úgy alakul. Ezt termi, vagy pedig születik. Ha megnézzük az angol verzióját a konkordanciának, pontosan ezt mondja, hogy teremni valamit úgy, mint egy magból, vagy mint az anya, vagy mint egy növény, vagy mint a föld, szó szerint, vagy átvitt értelemben. Azaz így vagy úgy, de keletkezik valamiből, kijön, ki keletkezik. A King James verzió szintén így használja, úgy, mint valamit kihordani, vagy megszülni. Ugye többfajta képen mondja, hogy megszülni, és illetve születni, világra hozni. Akkor hogyan lehetne már azonos vele, akármilyen szinten, hogyha világra hozta? Azonos úgy, mint ahogy tükrözi a képét, ahogyan egy gyermek tükrözi a szüleinek a képét. Amilyenek a szülei, olyan lesz a gyermek is. Ugyan ezt mondja. A gyerekét elküldte a világra, nem csak úgy, mint ember, hanem előtte, mint az ő szava, hogy közvetítse az ő akaratát. Először létrehozta ezt, és ezért mondja azt, hogy ezen függ az egész világ. Hiszen az ő szava az, ami fenntartja a világot. Ő az, ami létrehozta, és az a rend az ő szava. Létrehozta a szavát, azután ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben, földön, láthatók és láthatatlanok, ezek szerint vannak láthatatlan dolgok, királyi székek, uraságok, fejedelemségek, hatalmasságok, ez a négy rend, amit mindenkinek érdemes megjegyeznie. Minden ő általa és őre ránézve teremtetett. Azért, mert az atya azt akarja, hogy, sőt nem az, hogy azt akarja, azt teszi, hogy az ő szava uralkodik a földön. Az, hogy most ez nem úgy néz ki, az azért van, mert van egy másik oldala az atyának, az pedig az, hogy kegyelmes, hogy megbocsátó, hogy hosszú tűrő, hogy türelmes, hogy ad időt nekünk és mindenkinek, hogy idomuljon az ő szavához. Azonban el fog jönni az idő, amikor már lejár az a periódus, amikor még erre van lehetőségünk.
17, ő előbb volt mindennél, láttuk, hogy miért, azért, mert minden teremtmény előtt született, és ez után általa teremtetett. A volt, az ugye maga az, hogy létezett előbb, az pro valami előtt, vagy mi előbb. A minden pedig, ez ugye pász, vagy pán, ugye a pán szót ismerhetjük mi is, egész, teljes, minden egyes, mindegyik az összes. Ezért a másiák a feje az egyháznak. Miért? Mert a szó lenne a feje az egyháznak. Az egyháznak nem a szó a feje. Az egyháznak nincsen feje, az egyháznak a katolikus egyház a feje, annak pedig az ellenség a feje, ahol mindent lehet. Az a lényeg, hogy ne a Torát kövesse senki. Az igazi gyülekezet, amiről itt beszél, az eklészia, a kihívottak közössége, ott azonban a Tora, Jahova tanítása az, ami uralkodik. Ezért mondja, hogy ő a feje a testnek. Micsoda a feje a testnek? Aki minden előtt született, aki előbb volt mindennél, aki által mindent teremtetett, és aki által és akire nézve minden létre lett hozva. Miért? Mert ő Jahova szava. Ő a feje a kihívottak gyülekezetének, hiszen a szó teszi az embert kihívottá. Mi a kihívott? Az, aki szent, aki más, aki kodes, aki más, mint a világ. Tudjuk, hogy az Atya szava az, ami szenté tesz minket, hiszen le van írva többek között Jehukanon 17:17, szenteld meg őket, azaz tedd elválasztottá, kiválasztottá, mássá, megszentel, igaz célra alkalmassá tesz, Elohimnek elkülönít, kodesnek, elkülönültnek tekint, így bánik vele. A hagiosz szóból ered, ami annyit tesz, mint hogy Elohim népének, a hívőknek jelzője valami különleges kiválasztására vonatkozik. Tökéletes, hibátlan, tiszta, Elohimhez méltó. Tedd ilyenné őket a te igazságoddal. Mi az igazságod? A te igéd az igazságod. Logosz, ezt is megvizsgáltuk már, az írás, az ige. Ez a G30-04 szóból ered, ami Lego, úgy mint beszéd, hogyha eljutunk a héberig, akkor látjuk, hogy ez Dabar, amit szintén megbeszéltünk már, ami szó, a micvá, az parancsolat, és ez az, ahova visszautal. Ezért ő a feje az eklésziának, a kiválasztottaknak, hiszen a szó az, ami uralja azokat az embereket, akik követik őt. Aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül, elsőszülött nem csak akkor, mikor először megteremtette, elsőszülött úgy is, mint aki eljött, tökéletes életet élt, és az Atya az ő dicsőségére feltámasztotta a halottak közül. Szóval első mindenben, sőt, most is ő a főpap a mennyekben. Így igaz az, amit Saul ír, hogy mindenekben ő legyen az első. Miért? Pontosan ezért. Mindig is ő volt az első. Ki? Az ő szava. Aki figyelt, az olvashatta ezt Zsoltárok 138-as fejezetben. Kodes, vagy Szent templomot felé hajolok, azaz, mikor imádkozunk, arra felé hajolunk, és magasztalom a te nevedet, a kegyelmedért, azaz már akkor is volt kegyelem, és az igazságodért, ez a név egyébként sem, amiről beszéltünk. Név, hírnév, megnevezés, valakinek a jó híre, ugyanaz, ami a Noma a brit hadosában. Miért? Mert minden neveden, név sem, minden neveden felül magasztalád a te beszédedet. A beszéd pedig nem más, mint Emra, szó, beszéd, megnyilatkozás, Elohim beszéde, azaz a Tora. Ami egyébként az Amar szóból ered, és az annyit tesz, hogy mond, szól, beszél, vagy pedig gondol, szándékozik, akar, tervez. Azaz mindaz, amit ő akar, amit ő tervez, gondol, szándékozik, azt ő kimondja az Atya, ő a szava által, és az megcselekszi, és így ez megtörténik. Lehet parancsolat, vagy megparancsol, vagy kinevez, vagy ígér, teljesen mindegy, mi ez. Az ő beszéde, az ő szava az, ami ezt végrehajtja, és ez mindenen felüláll, még az ő nevén is, sőt, az ő nevein is felüláll. 19. Kolosséjakhoz 1, mert tetszett, hogy ő benne lakozzék az egész teljesség. Ugye Jahuának, az Atyának tetszett. Így
teljesség lakozik benne. Miért? Az első teremtmény, az ő szava, akiben a ruach, az ő hatalma, az ő ereje benne van, akivel kommunikál az emberiséggel, aki tökéletes, aki bűntelen, aki engedelmes a halálig, aki hajlandó lealacsonyítani magát úgy, hogy a legmagasabb helyről lekerül a legalacsonyabbra, sőt, még az emberek közt is megalázkodik, hitvány lesz, gyengének mutatja magát, és engedelmes a végsőkig, aztán feltámad, elsőként szintén, és ő a főpap most az ő jobbján, az atya jobbján, így lakozik ő benne az egész teljesség. Szóval, amikor valaki azt mondja, hogy ő ezt követi, ezt a karaktert követi, Jahusa HaMásiákot, akkor ezeken a dolgokon érdemes elgondolkoznia, hogy vajon bennünk lakozik-e ebből a teljességből bármi is teljesség, pán, amiről már volt szó, illetve az egész az pán, a teljesség pedig pleroma. Teljesség, befejezettség, tökéletesség, beteljesítés, beteljesedés, magába foglalja mindazt, ami jó, mindazt, ami az atya. De még egyet befejezésként megmutatnék. A pleroma, tehát ez a teljesség, amit remélhetőleg most már ért mindenki, hogy mit is jelent, mikor arról beszélünk, hogy Jahusa HaMásiák az első, és ő benne lakozik a teljesség, és ő nem az atya, nem egyenlő az atyával, hanem ő a képe az atyának. Szóval ezt jelenti a pleroma, ami a plerao szóból ered. Megtölt, teletölt, feltölt, teljessé tesz, jól lakat, kielégít, végrehajt, teljesít vagy befejez. Ha elugrunk Matityahu Máté 5.17-es vershez, amit mindenki kívülről tud, ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a profétáknak eltörlésére, nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Ugye a tudatlanok arra hivatkoznak, hogy a betölteni azt jelenti, hogy már nem kell, csinálunk már spirituális, ő már megtette. Azonban befejezésül ezen gondolkodjon még el mindenki. Ha ez a betölteni szó, plerao, amit az előbb megvizsgáltunk, akkor vajon mégis mi az üzenete ennek a mondatnak? Mert az biztos, hogy nem az, hogy eljött azért, hogy mostantól mi úgy éljünk, mint az állatok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!